Nos hát üdvözlök mindenkit, én Bozsa vagyok, és itt vagyok egy újabb Oi 4 Nagy Imrés videóval. Ugye előző részt ott hagytuk abba, hogy legyőztük Jugoszláviát, mivel saját action-t alapítottak. Most pedig elkezdjük megépíteni az első atomerőművünket, műveinket. Közelben már többet is fogunk. Szétszórva az országban. Az ország minden területén. És hát addigra talán el is készül az atombomba research. Jó. Vannak még ilyen nekünk fontos ipari fókuszok, ami nem is feltétlen ipari, de segít abban, hogy a vasúti rendszert helyre rakjuk az elfoglalt jugoszláv területeken, illetve ugye újabb hadsereget kell kiállítanunk, mivel nekünk van itt egy olyanunk, hogy cordon sanitári, amiben benne vannak a románok és a csehszlovákok, és hát két legyet egy csapásra el tudunk így intézni tulajdonképpen úgy, hogy más nagyon nem fog beleszólni a háborúba. És ha már így ezt meg tudjuk tenni, akkor miért ne tennénk meg? Közben arra lennék kíváncsi, hogy a törökök háborúznak igen a britekkel, akkor a bolgárok is, meg a görögök is. Tehát ez azt jelenti, meg akkor a spanyolok is, igaz? Igen, a franciákkal hogy állt? A franciákkal ők nem háborúznak. Jó, de ez azt jelenti, hogy mi is meg tudnánk őket majd támadni. De addig is fejleszünk, amit csak tudunk. Repülőgépépítés az megy teljes gőzerővel. A második hadseregünk hamarosan megérkezik. És én közben szerintem el is kezdem a háborús indoklást a románokkal szemben. Szocialista edukáció Jugoszláviában, így bizony. Ja, a hajóikat nem vettem el. Az butaság volt, de nem vettem el. Nem baj. Márciusra el is készülnek az új egységeink. Ami azt jelenti, hogy így a háborús indoklás után nem nagyon fog zavarni, hogy van itt az északi határunkon egy Csehszlovákia. Az osztrákok már viszik is oda az egységeiket. Milyen egységeik vannak nekik? 14 infantry, 4 arti. Akkor itt meg tudom nézni. Meg. Akkor ez ő lesz. Aha. 40 combat vitesz. Jó. Jó, úgyhogy jó. Embererővel hogy állnak? Van 70 ezer besorozható emberük. Korrekt. Nekem is még jön, ugye, pluszba. Soviet German Trade Agreement. Rendben. És elkészült 16. Ez még nem 24, ugye? De talán arra elég, hogy itt az egész frontot lefedjük. Így bizony, erre bőven elég. Kapnak egy Jány Gusztávot, és a maradék egység, aki elkészül, szépen verődjön majd hozzájuk. Oké, és az összes repülő ide fog fókuszálni nekünk. Illetve Revive the Navy. Felhúzzuk egy kicsit a haditengerészetet is. Az osztrákokat behívhatom a háborúba, mert egész korrekt és egész erős egységeik vannak.
Hát nekik úgy nagyon nem lesz bajuk, úgy érzem. Aztán rá fogok repülni itt a bolgárokra, spanyolokra, görögökre. Elintézem őket. Hát igen, azért magyar néphadsereg lassan 1 millió főre tagsál. Ez elég komoly. És el is tudjuk indítani a háborút. Azért miért garantálják őket a britek? Most ha csehekre indítok, akkor őket is garantálni fogják? Nem tudom, de nem tetszik, hogy garantálják őket a britek. Én nem szeretnék a britekkel háborúba keveredni. Nem is értem amúgy, hogy miért garantálják őket. Olyan szempontban nonsens, hogy tényleg nincs értelme. Bármiféle garantálást kapjanak. Air Defense of Croatia. Arra majd rárepülünk, csak az a baj, hogy mínuszban van a political power-ünk. Aha. Jó, tudom miért. Hűha. Gáz, gáz. Román népköztársaságot Britannia garantálja. Jó, annyira nem érdekel. Akkor... hát igazából a cseheket fogom megtámadni. Talán őket nem fogják garantálni. Jó, és acélt kéne beszerezni, hát franciáktól. Hadd gyengítsék a németeket. Őket viszont, az biztos, hogy el tudnám intézni. Bolgárokat ki is ütjük a görögökkel együtt. És a törökökre is rá fogok repülni. Úgymond saját factionük van, tehát ők se tudnak bántani. Viszont a repcsiket akkor át kell hozni ide. De hát sok mindent nem fognak tudni kezdeni ellenünk, tényleg. Ezek a bolgárok sem, meg a görögök sem. Oké, elkészült a war goal, tehát támadást elindítom, mondjuk egy... Ennyivel is meg vagyok elégedve. Itt egy kicsit a határokat módosítani fogom, hogy... Hogy azért nézzem már ki valahogy. Francia báb. És ez itt mind Britannia. Jó, hát majd ők meg eldöntik, hogy mit kezdenek a bábjaikkal. Nekem viszont mindig nem tetszik, hogy garantálva vannak. Ők is garantálva lesznek? Hát ők nem biztos. Úgy néz ki, hogy nem. Intelligence Network, menjen. Itt pedig szépen felállunk a román határa. Vissza. És a Győri program Phase 4-et elindítom. Rendben. A
Az atomerőművek március 4-re elkészülnek. Vasúti fejlesztés még mindig pörög. Gyárakat is nyugodtan építhetünk. Hajógyár például abba jöhetne sok. Mindenféle területre. Civil gyárból is, katonai gyár is jöhet. Bőven. Ígyni, illetve segítek a bábjaimnak is építkezni valamennyire. Oké, excavation, és akkor még ő lesz a nyerő nekünk. Improved Antier, itt a lehel, és teljesen jó. Pride of the Fleet, itt egy Szent István klassz, tök király. És lassan elkészül az első atomunk. Stratégiai bombázór lenne szükség. Az meg nincs. Pedig ide le szeretnék dobni egyet. Ajajaj. Repülő. Az van. Van bőven, amivel azt meg tudnánk tenni, hogy oda ledobjunk egy jövet. Closer Super Naval Bomber van. Még Naval Bomber. Na, nézzük, hogy ők garantálva vannak-e. Nincsenek, viszont egy biztonsági mentés jöjjön. Elindítjuk a háborút. Jó. És kíváncsian várom. Először így. Jó, akkor mégsem. De mondjuk igen, mert Erdélyt el kéne foglalni. Jó, és akkor támadás. Heavy ship effort. Az üres területekre vonuljunk be. Oké, és mivel Erdély nagy része már megvan, ezért áthozom az összes repcsit, és ide segítkezzetek. Ki a nagy hatalom? Senki? Ha egyiket legyőzzük, akkor kapitulál a másik is? Jó, meg lettünk embargózva, az annyira nem érdekel. Brutális nagy veszteségünk lehet, az már annál jobban érdekel. Tehát megállítom a támadást, ne menjen senki sehová. És megpróbálom így mikromanagementtel intézni a támadásokat. Bukarest brutál fontos lenne. Ez érthető, hogy miért. Meg is van. Loyesti-re is szükségem lenne. Jó, Brassó az új főváros. Akkor ti így. Ide támadjatok. Ti, így ide. Oké, tovább erre. Jöhetnétek mondjuk itt éjszakra, ne álljatok meg.
nem fog jön, összejönni. Akkor így. Oké. A cseh határon nem történik semmi. Az se probléma. Oké, kifejezetten itt sincs gáz. Őket gyorsan innen eltüntetjük. Mondom, eltüntetjük. Oké, és hát brassóra lenne szükség. Megvan. Románia kapitulált, így a csehek is, és vegyük el a területeket, amik nekünk kellenek. Oké, a cseheket bábosítjuk. A románokat bábosítjuk. Elveszik a névit. És így már nagyon más nem is tudunk tenni, igaz? Jó, nem baj. Bulgáriának fogom adni ezt a területet, meg ezt a területet. Köszönöm a háborús részvételt. Így né. Akkor ezzel tulajdonképpen őket itt el is intéztük. Tehát van egy nagy Magyarországunk. És Navy-vel. Picivel. Nagyon király. Van egy Romániánk, egy Csehországunk, egy Ausztriánk, egy Jugoszláviánk, egy Bulgáriánk, egy Görögországunk, illetve szövetségi rendszerünkbe szerepel még egy Kanada. És lehetne egy Törökországunk is. De hát ez még a jövő zenéje lesz. Viszont srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Bazsa voltam, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek egy lájkot és feliratkozást dobjatok, és majd hamarosan jövök a következő részre. Addig is, sziasztok!